Köszöntöm a Szentendre ma nézőit, elsőként lássuk, miről lesz szó mai híradónkban. Testületi ülés, kimutatás a vezetőváltásokkal kapcsolatosan felmerült költségekről. Adomány, ajándék könyveket vár az Aranykor Központ. Jubileum, 60 éves a Szentendrei Baptista gyülekezet. Több városi intézmény vezetőjét is lecserélte a megválasztása óta eltelt időszakban. Szentendre város tavaly októberben megválasztott új képviselőtestülete. A grémium október 8-ai ülésén Holló István képviselő kérte, hogy készüljön egy kimutatás a 2015 évi vezetőváltásokkal kapcsolatosan felmerült költségekről. A polgármester tájékoztatása szerint Kró Józsefet június 30-án hívta vissza a képviselőtestület a VSN ZRT igazgatói posztjáról, és 3 havi alapbér megfizetését hagyta jóvá számára. A költségeket a VSN ZRT viselte, ez az összeg bruttó 1,7 millió forint és járulékai. Dr. Habil Kálnoki Gyöngyösi Mártonnak, a Ferenci Múzeum korábbi vezetőjének bruttó 2 160 000 forint és járulékait fizette ki a város cége, a Szentendrei Kulturális Kft. Csató Katát ügyvezetői tisztségéből visszahívta a képviselőtestület. A Kulturális Kft. Ügyvezetőjének munkabére 400 000 forint volt havonta, ideiglenes vezetőnek Solymosi Helénát választották meg, akinek megbízási díja 200 000 forint per hó. Egy olyan hónap volt, amikor a régi ügyvezető munkaviszonya az ideiglenes ügyvezető munkaviszonya mellett még fennállt, a többletköltség ezzel kapcsolatban bruttó 200 000 forint és járulékai. Dr. Habil Kálnoki Gyöngyösi Mártont, Fülöp Zsolt képviselő javaslatára a munkája elismeréseként 5 havi illetménynek megfelelő jutalomban részesítette a képviselőtestület. Felmerült költség, melyet a Ferenci Múzeum viselt, bruttó 3 453 000 forint és járulékai. Eszerint a vezetőváltások több mint 7 millió forintba kerültek a városnak. Ezt követően döntött a testület arról, hogy dr. Sigora Éva praxis joga megszűnik, helyette más veszi át a rendelést. Dr. Sigora Éva több mint 36 éve volt gyermekorvos Szentendrén. A következő napirendként a hajléktalanok éjjeli menedék helyének további működtetéséről, valamint nappali melegedő kialakításáról szóló előterjesztést vitatták meg a képviselők. Lényegében a tegnapi bizottsági ülésünkön 4 dolgot kértünk, hogy fogalmazzuk bele a szerződésbe. Egyrészt az, hogy kérjük a szálló üzemeltetőjétől, hogy szakmai programot, SMS-t és házi rendet hozzon be akár éves szinten az önkormányzat elé, illetőleg kérjük, hogy minimum évente jöjjön be az önkormányzathoz, valamelyik bizottsághoz vagy a testület üléshez, és számoljanak be a szakmai munkájukról. Illetőleg arról határoztunk, vagy legalábbis azt kérjük a Jóléti Bizottságtól, hogy legalább a Jóléti Bizottság, akár kiegészülve más bizottságok tagjaival tartson időközönként bejárást a hajléktalan szállón. Ugye arról van szó, hogy szeretnénk ellenőrizni valamilyen úton, módon, hogy az az összeg, amelyet a szentendrei közpénzből ráköltünk a hajléktalan szállóra, az megfelelő módon van elköltve. Hogy az elmúlt évek problémás helyzetei megoldódjanak, és tényleg olyan színvonalú hajléktalan szálló legyen Szentendrén, amilyet a város kérhet vagy követelhet a pénzért cserébe, és elhangzott még egy negyedik javaslat, hogy az ANTS-t legalább évente kérjük meg, hogy végezzen helyszíni ellenőrzést, mert egyébként akkor minden probléma kibukik, hogyha ez megtörténik. Jegyző úrtól kérdezem, hogy ezek, én végignéztem most a testületi ülés előtt néhány perccel kiosztott szerződés tervezetet, és én csak a szakmai beszámolt és a pénzügyi elszámolást találtam meg benne a 3.2-es alatt, hogy
Az ANTS-t én nem találtam meg, de nyilván az ANTS-nek ehhez nincs köze. Vagy mint az, ezt nem a szerződésbe írjuk bele, ezt mi meg tudjuk tenni önmagunktól, de az, hogy helyszíni bejárásnál mondjuk kooperációra kérjük az üzemeltetőt, azt talán érdemes lenne beleírni a szerződésbe. Nem tudom, hogy ennek egyébként jogilag ezt meg lehet-e tenni, meg hogy egyébként elfogadja a Vörös Kereszt ezt a kérést, és én azt se találtam meg benne, hogy milyen módon jön be beszámolóként, hogy testület elé jön be pontosan, vagy bizottságok elé jön be. Köszönöm szépen. A törvényi előírás szerint Szentendre város önkormányzatának nappali melegedőt kell biztosítania a városban. A Szabadkai út 11 szám alatti épület adottságainak, építészeti megoldásainak, a szakmai előírások, valamint az ANTS előzetes hozzájárulása alapján 20 fős nappali melegedő és 10 fős éjjeli menedékhely működtetésére van lehetőség. Valamint a november 1-től április 30-ig terjedő krízis időszakban további 10 időszakos férőhelyet tudnak biztosítani. A döntés értelmében 2016-tól évi 10 millió forint működési támogatást ad a város a Magyar Vöröskeresztnek, valamint a korábban megállapított bruttó 6 millió forintos épület felújítási keretösszegen felül további bruttó 4,2 millió forint felújítási keretösszeget biztosít az önkormányzat. Egyrészt szerepel a szerződés tervezetben az, hogy negyed évente, ahogy a bizottság kérte, negyed évente készüljön egy szakmai és pénzügyi beszámoló. Ezt a szakmai ellenőrzést ugyanis úgy tudjuk elképzelni, hogyha folyamatos tájékoztatást kapunk a fenntartótól arról, hogy mi történik az intézményben. Ezt a beszámolót minden negyed évben beterjesztenénk a bizottság, a szakbizottság, tehát a jóléti bizottság elé, aki ezáltal tudja kontrollálni. Ugye ez a jogi bizottság azt kérte, hogy a jóléti bizottság tartson ellenőrzéseket, nyilván az egyik bizottság nem tud feladatot készíteni a másik bizottság számára, de a lehetősége ennek adott, illetve a szerződés végén is szerepel a egyéb rendelkezésekben a 4.4-ben, hogy bármely, tehát a megrendelő és ezen belül bármely bizottsági tag jogosult a szolgáltató tevékenységének pénzügyi és szakmai beszámolóinak ellenőrzésére, tehát tájékoztatjuk igazgató urat erről a kérésről, ő ezt áll elébe ennek az esetleges ellenőrzésnek, tehát ennek a feltételei a szerződésben is biztosítottak. Az ANTS ellenőrzésre én nem gondolnám, hogy ezt szerződésben kell, ezt bárki bármikor kérheti, és egyébként is az ANTS rendszeresen ellenőrzi a működést, szerintem eddig is ellenőrizte. Főleg amiatt, hogy a krízis férőhelyek megigénylése az évről évre történik, és az engedélyt csak akkor fogja megkapni az intézmény, hogyha az ANTS kín volt. Tehát legalább évente biztos, hogy lesz ANTS ellenőrzés. Szentendre város önkormányzat képviselő testülete felkéri a polgármestert, hogy a Magyar Vörös Kereszt Pest megyei szervezetével a határozat mellékletét képező feladatellátási szerződést kösse meg. Csak néhány szóval szeretnék hozzászólni a napirendhez. Köszönöm szépen szervezetünk nevében a bizalmat. Köszönöm szépen az alpolgármester úrnak, jegyző úrnak azt a konstruktív együttműködését, amit az elmúlt egy évben a helyzet normalizálása érdekében tanúsítottak. 24. órába jutott ez a kérdéskör, amikor is úgy tűnik, hogy választ kapunk, választ adunk minden nyitott kérdésre és lényegi kérdésre. Itt az ellenőrzések kapcsán nagyon fontos hangsúlyozni, amit jegyző úr is említett, hogy rendszeres, átfogó és több teljesen független szakmai szervezet ellenőrzi a hajléktalan intézmények működését éves rendszerességgel. Az állami kincstár ellenőrzi a pénzfelhasználásokat. Az ANTS, a tűzoltóság, az NRSH és sorolhatnám még a szakmai felügyeleti szerveket rendszeres látogatói az intézményünknek. Tehát felügyelet alatt végezzük a dolgunkat, ezzel együtt nem csak, hogy együttműködünk, kooperálunk az önkormányzattal igény esetén, kifejezetten örülök annak a kezdeményezésnek, hogy időszakosan, vagy akár be nem jelentett módon alkalomszerűen meglátogassa egy-egy bizottság az intézményünket, és ott meggyőződjön a munkáról. Azt viszont már előre szeretném bocsátani, csak a csalódások elkerülése véget, hogy a helyszínen például a
önkormányzat által nyújtott pénzfelhasználásról nem nagyon fognak tudni meggyőződni, tehát ha ilyen irányú ellenőrzést szeretnének végrehajtani, akkor azt a Budapest 11. kerületben lévő székházban, ahol a pénzügyi szervünk működik, ott vannak ezek a bizonylatok, tehát csak hogy ne értsük félre egymást. Az intézményben az ellátás színvonaláról, az ellátás folyamatosságáról, szakmai céljairól lehet meggyőződni, illetve a gondozottaktól megtudni, hogy mennyire elégedettek az ellátással. Ott kifejezetten gondozási dokumentumok vannak, és azt javaslom, hogy egy-egy ilyen ellenőrzés támaszkodjon mindig az előző negyedév beszámolóiban leírtakra, és azokat ellenőrizze vissza. Remélem, hogy a bizalmat megháláljuk, és azon leszünk kollégáinkkal, hogy Szentendre városában a hajléktalan kérdést a lehetőségekhez mérten a leghatékonyabban kezeljük. Köszönöm, hogy meghallgattak. Az igazgató még elmondta, hogy egy teljesen új ellátási rendszert szeretnének létrehozni, melynek a tesztüzeme jövőre lesz. A hajléktalanok éjjeli menedék helyének további működtetéséről, valamint nappali melegedő kialakításáról szóló határozati javaslatot egyhangulag elfogadták a képviselők. Karácsonyi könyvvásárt szervez a Szentendrei Aranykor Központ december 8-án kedden 10 és 19 óra között a Dunakorzó 18 szám alatt lévő Aranykor Központ első emeleti tantermében. A könyvvásáron azon könyvek kerülnek egységesen 250 forintos áron értékesítésre, amelyeket önök 2015. november 30-án hétfőn fél egy és öt óra között ingyenes adományként, ajándékként elhoznak az Aranykor Központba. Adományként egy személytől maximum 25 darab könyvet vesznek át. A könyvvásár nettó bevételéből a szervezők tavasszal a szentendrei szeniorok számára ingyenes tanfolyamokat szeretnének indítani. A Szentendrei Baptista gyülekezet hétvégén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját. Vasárnap hálaadással és állófogadással ünnepelték a jubileumot, melynek a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiája adott otthont. Az elmúlt 60 év jubileumi ünnepléséről szólt a hétvége a Szentendrei Baptista gyülekezet számára. Szombaton történelmi emléksétával, vasárnap záró ünnepséggel emlékeztek meg a gyülekezet múltjáról. A rendezvény házigazdája Barbarics Péter volt, a presbiteri tanács elnöke. Szentendrei Baptista gyülekezet egy jubileum kapcsán most ünnepli a megalakulásának a 60. évfordulóját. Ez egy hosszú út volt a gyülekezet részéről, de egy különleges pontra jutottunk el, hiszen négy imádkozó asszony indította a gyülekezetet, most meg körülbelül egy 150-160 tagú közösség él itt Szentendrén, minden korosztály megtalálható a gyülekezetben, van egy fiatalos lendülete a közösségnek, és hát szeretnénk, hogyha ez folytatódna, és a város számára is a gyülekezetnek az itt léte egyre nagyobb áldást jelentene. A tegnapi napon volt egy különleges alkalom, egy emléksétát tartottunk, és meglátogattuk azokat a helyeket, ahol a gyülekezet a 60 év során összejött, találkozott egy-egy időre. Ha jól emlékszem, öt ilyen hely volt a 60 év alatt, azon kívül, ahol most a gyülekezet él és létezik. Ugyanakkor pedig a gyülekezet alapítóinak a sírját megkoszorúztuk, és megemlékeztünk róluk. Hála Istennek, hogy egy valaki még él Kiskörösön a Baptista Szeretetházba, 92 éves, szellemi frissességének a teljességében, és csodálatos történeteket mond el a múltról. A gyülekezet tagjainak nem csak a hétvége szólt az emlékezésről, hanem az elmúlt hónapok is. Ez a mai nap, ez már a programsorozatnak a záró része, de az elmúlt hónapokban földolgoztuk a gyülekezetnek a múltját, aztán ebből ilyen kisebb filmek készültek, beszámolók, amelyeket folyamatosan a gyülekezet tagjai felé levetítettünk, bemutattuk. Egyrészt azért, mert mindenkinek jó, hogyha tudja a
történelmét és a saját gyökereit. A rendezvényen és a gyülekezetben is rengeteg fiatal van. Évelején például nekik szólt az offline programsorozat, melyet havonta egyszer tartottak meg. A cél a minőségi időtöltés és az internettől való elszakadás volt, a kezdeményezést is a gyülekezet fiatal tagjai indították és működtették. Ennek az ifjúsági munkának ez is egy fontos része lenne. Most keresünk egy olyan megfelelő helyet, ahol állandóra ott tudunk lenni. A régi offline-nal kicsit az volt a gond, hogy újra és újra új helyet kellett keresni, de terve van véve, hogy ezt a szolgálatot is a fiatalok felé ezt újra indítjuk. Mivel a gyülekezetnek egy jelentős része fiatal, ez nagy örömet jelent a számunkra. Ráadásul az idén 10-11 házasságkötés volt a gyülekezetben, úgyhogy ez egy nagyon stabil alapot tud biztosítani a jövőre, de amire nagy hangsúlyt szeretnénk tenni az elkövetkezendő időben, hogy a szentendrei fiatalokat utolérni a hitünkkel, a szeretetünkkel, a szolgálatunkkal, és egy fontos része lesz a következő éveknek, hogy egy ilyen munkát, egy ilyen szolgálatot tudatosan fölépítsünk. Az előadásokat koncerttel zárták, majd a vendégeket és a gyülekezet tagjait állófogadás várta. A Szentendre ma adását látták, maradjanak továbbra is velünk, hamarosan Sportkorzó című magazinműsorunk következik. Friss hírekkel legközelebb holnap 7 órakor várjuk Önöket. Addig is visszakereshetik műsorainkat a tvszentendre.hu honlapon, ahol friss híreket is olvashatnak, és csatlakozhatnak hozzánk a Facebookon is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!